Eredményes projektek, mintegy 40 milliárd forintos támogatást kaptak a hazai pályázók az Európai Gazdasági Térség, illetve a Norvég Alapból a 2009-2014-es időszakban. Ismertették a vádat, megkezdődött a Nyíregyházi Járásbíróságon annak a 15 csempésznek a büntetőpere, akik több alkalommal illegálisan juttattak át cigarettát Ukrajnából Magyarországra. Kamarai hozzájárulás. Március 31-ig kell teljesítenie kötelezettségét a mintegy 30 ezer megyei gazdálkodó szervezetnek. Mintegy 40 milliárd forintos támogatást kaptak a hazai pályázók az Európai Gazdasági Térség, illetve a Norvég Alapból a 2009-2014-es időszakban. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott finanszírozási programokban a tervek szerint 167 fő projekt zárul majd le 2018-ban, de ez a szám még bővülhet. Ennek a forrásnak köszönhető, hogy az Ibrányi Fráter kúriát is helyreállítják Kótajban. Programzárási felkészítő konferenciát tartottak a Norvég és EGT alappályázataiban résztvevőknek Miskolc-Tapolcán. A Norvégia, Izland és Liechtenstein által létrehozott finanszírozási mechanizmus segítségével 167 fő projektet sikerül majd befejezni 2018-ban hazánkban. Ezek olyan fejlesztések és beruházások, amelyekre legtöbb esetben más Európai Uniós forrást nem tudnak igényelni. A projekteket először a magyar költségvetés megelőlegezi, majd a három országtól visszaigényelhetőek az összegek, hangzott el a rendezvényen. Egy körülbelül 153 millió euró, tehát körülbelül ilyen 40-valány milliárd forintról beszélünk, amely ugye jelentősen változik, hiszen az árfolyam változásból adódóan ezek az összegek napról napra eltérőek lehetnek, tehát pontos összeget majd csak a végén tudunk megállapítani, amikor ugye a donor támogatást visszaigényeljük. A két alap nagyjából fele-fele arányba adja ki ezt az összeget, és igazából ebben van egy 15%-os hazai társfinanszírozás. A jelenlegi 2009-2014-es programidőszak vége majd 2018-ban lesz. A projektek nagy részében norvég intézményekkel és szervezetekkel is együttműködtek a hazai pályázók. A Norvég és az EGT alap célja ugyanis, hogy fejlesszék Magyarország és a támogató országok közötti kapcsolatot, illetve csökkentsék a gazdasági és szociális különbségeket. Ezek az alapok azon túlmenően, hogy teszem azt, Magyarország forrásokat kap, egyfajta a tudás vagy módszertani transferről is szó van, mint például a Norvég alapban több támogatási terület is létezik. Van például zöld energiát támogató, van olyan, hogy kifejezetten geotermális energiás projekteket lehet támogatni, ugye ez az Izlandból származó tudás átadással is jár, hiszen Izlandnak ugye az energiaellátása 99%-a az geotermális energiából származik. A két alapban összesen 12 programterületet jelöltek ki, az egyik ilyen a kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása. Ennek részeként helyreállítják majd az Ibrányi Fráter kúriát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kótajban. A beruházás célja a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése. A kúria felújítása a térség turisztikai versenyképességét is növeli majd. De a programterület célja volt a roma és nem roma kultúra közi kommunikáció. Ennek érdekében különböző rendezvényeket is szerveztek. Hallott-e? Ez a Frenákvár társulat által elkészített táncművészeti előadás, illetve a Loli Zumi, ahol a megfelelő projektmenedzsmentnek köszönhetően több partnert is bevonva megfelelő színvonalú eseményeket, illetve táncos előadásokat tudnak összehozni, annak érdekében, hogy egy Csoda Bank nevű receptkönyvet összeírjanak a térségükben felelhető roma étel különlegességekről. Ezen a programterületen országos szinten 44 projektet fejeznek majd be 2018-ban. Ezekre a források 98%-át tudják majd lehívni, azaz körülbelül 3,5 milliárd forintot. A tervek szerint, ha a jelenlegi program lezárul, a következő időszakban a most megvalósult beruházásokat is folytathatják majd a pályázók.
Megkezdődött a Nyíregyházi Járásbíróságon annak a 15 csempésznek a büntetőpere, akik 2015-ben és 2016-ban több alkalommal illegálisan juttattak át cigarettát Ukrajnából Magyarországra. A büntetőügy vádlottjait az első keddi tárgyalási napon hallgatta ki az elsőfokú bíróság. Legkésőbb 2015. novemberétől egy olyan, legalább 8 tagból álló, összehangoltan működő bűnszervezetet hozott létre és irányított, amelynek tagjai 2015. november 2. felétől 2016. július 8. napjáig rendszeresen jelentős mennyiségű adózatlan cigarettát szereztek meg Ukrajnából. Az ügyész ismerteti a vádat a tárgyaláson, amelyre vezetőszárral kísérték be a vádlottak egy részét a fegyőrök. A jól felépített és összehangoltan működő bűnszervezetben minden tagnak megvolt a saját feladata. A telefonnal és adóvevővel felszerelt bandatagok a rendőrök mozgását figyelték és jelentették. Többen pedig a hátukra erősített csomagokban, gyalogosan a szárazföldön, vagy csónakokban a Tiszán átúsztatva csempészték át a dohányárut, Tiszakórodnál és Szatmárcsekénél magyar területre. A vádirat szerint a banda 2015. novemberétől 2016. júniusáig legalább 8 alkalommal, legkevesebb 53 ezer doboz cigarettát csempészett át a zöld határon. A bűncselekmények elkövetése során mindenkinek előre meghatározott pontos feladata volt, az utasítások kiadásában és a feladatok végrehajtásában aláfelé rendeltségi viszony volt. A szervezetben így a bűncselekmények elkövetésében résztvevő valamennyi elkövető ismeretlen értékben, de ellenszolgáltatást kapott a rábízott feladat ellátásáért általának használból részesült. A korábban rendőrként dolgozó elsőrendű vádlott a tárgyaláson elmondta, nem érzi magát bűnösnek, és egyelőre nem akart vallomást tenni. A költségvetési csalás és orgazdaság büntettével vádolt vádlottakat egyenként hallgatta meg a bíróság. A büntető ügyben áprilisban több tárgyalási napot tartanak, ítéletet később hoz a Nyíregyházi Járásbíróság. 2,5 millió forint értékű cigarettát rejtett el Mercedesében egy férfi, akit a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei ellenőriztek Záhonynál. Az átalakított járműben 2000 doboz cigarettát találtak. Az autó padlólemezében, a hátsó ülések alatt, valamint a csomagtartóban több nyílást alakítottak ki a dohányáru elrejtésére. A nyílásokat a kivágott lemezdarabok visszahelyezésével, az árulkodó nyomokat pedig újrafestéssel próbálták eltüntetni. A NAV munkatársai a 2,5 millió forint értékű füstölni valót lefoglalták, és feljelentést tettek a pénzügyi nyomozóknál. Március 31-éig kell megfizetnie a mintegy 30 ezer megyei gazdálkodó szervezetnek az évente kötelező kamarai hozzájárulást a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara számára. A szervezet adatai szerint a gazdálkodók 70%-a teljesíti az évi 5000 forintos befizetési kötelezettségét. A hozzájárulást az iparkamara pénztárában személyesen vagy banki átutalással lehet teljesíteni. Az országgyűlés 2011. novemberében fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló korábbi törvény módosítását is. 2012. január 1-től az egyéni és társas vállalkozások kötelesek kezdeményezni nyilvántartásba vételüket, illetve a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5000 forint hozzájárulást kell fizetniük. Ellenszolgáltatásként a kamara köteles részükre térítésmentesen gazdasági, pénzügyi, adózási és hitelhez jutási kérdésekben tanácsadást adni, és üzleti partnerkeresési és pályázatfigyelési szolgáltatásokat is nyújtani. A hozzájárulást minden év március 31-éig a megyei kamaráknál személyesen vagy banki átutalással kell kiegyenlíteni, hangzott el egy keddi nyíregyházi szakmai fórumon. A megyében 30 ezer gazdálkodó szervezet kötelezett arra, hogy kamarai hozzájárulást fizessen 2012 óta március 31-ig minden évben. És ha megnézzük a számokat, hogy ez a befizetési arány hogyan alakult az elmúlt években, akkor elmondhatom azt, hogy a kötelezetteknek 70%-a teljesítette a befizetést. Tehát én úgy gondolom, hogy a megyei viszonyításokat nézve ez egy nagyon jó arány, de a kamarának mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a
fizetőket is felszólítsa arra, hogy ezt a kötelezettséget teljesítsék, hiszen ez a kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható. A kamarát a törvény kötelezi arra, hogy ezt a behajtást elindítsa, és a gazdálkodó szervezeteket tájékoztassa arról, hogy ezt a befizetést teljesíteni kell. Az eseményen a helyi adók aktuális kérdéseiről is előadást hallhattak az érdeklődők. A nyíregyházi önkormányzat aljegyzője az iparűzési adó bevallásáról adott tájékoztatást, kiemelve, hogy az adózóknak az elektronikus út lehetősége mellett érdemes papíralapon, nyomtatványként is benyújtani iparűzési adóval kapcsolatos bevallásukat. A helyi iparűzési adóbevallásokat be lehet nyújtani 2017. január 1-től a NAV-on keresztül is. A Városháza adóosztálya viszont most is azt ajánlja, hogy a mi nyomtatványainkat, az elektronikus űrlapokat használva nyújtsák be ezeket a bevallásokat, tekintve, hogy itt már olyan kedvezmény lehetőségek is be vannak építve automatizmusként a nyomtatványba, amelyet nagyon sokan a tapasztalatok alapján elfelejtenek a NAV-os nyomtatványon jelölni. Az előadáson a Vállalkozz Digitálisan című program aktualitásairól, a pályázati lehetőségekről és a pályázat benyújtásának módjáról is szerezhettek fontos információkat a jelenlévők. Baleset történt ma délelőtt Nyíregyházán az erdősoron. Egy tartálykocsi vezetője figyelmetlenül váltott sávot, így ütközött a mellette szabályosan haladó személyautóval. A balesetben személyi sérülés nem történt, viszont az anyagi kár jelentős. Interaktív zenei kiállítást nyitottak meg Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban. A hangszert a kézbe elnevezési programról hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Hosszabbítás után szerezte meg sorozatban 8. győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák a rendes játékidőben 85-85-re végeztek a Hódmezővásárhellyel. A ráadás 5 percet követően viszont 101-96-os sikerüknek örülhettek a nyíregyházi kosarasok. Kettős hazai sikerrel zárult a Magyarország és Kárpátalja utánpótlás rögbi válogatottjai közötti találkozó. A mendoki páros meccsen a 16 évesek csapata 73-0-ra, a 18 évesek együttese pedig 45-12-re verte határon túlról érkezett ellenfelét. Interaktív zenei kiállítást nyitottak meg Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban. A Hangszert a kézbe című nagyszabású zeneoktatási roadshow lehetőséget ad a fiataloknak a hangszeres zenélés kipróbálására. Az érdeklődő gyerekeket többek között rendhagyó ének és zeneórák, minikoncertek várják, miközben több mint 100 hangszert próbálhatnak ki a kiállításon. Helyben kipróbálható óriási hangszerparkkal érkezett Nyíregyházára a magyar zeneoktatás történetének egyik legaktívabb programsorozata, a Hangszert a kézbe című rendezvény. Sok fiatal már a megnyitó napján kipróbálta az egyik legnépszerűbb hangszert, a gitárt. Nagyon jó ez a rendezvény, és hát én még nem játszok semmilyen hangszeren, de szeretnék gitározni. A zenei kiállítás megnyitóján elhangzott a nyíregyházi, a Hangszert a kézbe roadshow harmadik állomása. Szolnokon 3600-an, Debrecenben 4000-en látogattak el az ingyenes programra. Maga a program egy kicsit öncélú a könnyű zenészek, a hangszeresek szempontjából, ugyanis a Cseh Tamás programnak még 2015-ben volt egy olyan kutatása, ami azt mutatta, hogy azokból lesz a tudatos zenei vásárló, aki fizet egy CD-ért, egy koncertért, egy letöltésért, aki valamikor az életében tanult zenélni, vagy zenélt, zenekart alapított. És úgy gondoljuk, hogy ezt a lehetőséget minél több fiatalnak meg kellene teremteni, abból az öncélú dologból, hogy néhány év múlva ők tudatos fogyasztók legyenek. Illetve az se egy utolsó szempont, hogyha elkezdenek zenélni, esetleg megtaláljuk a jövő bármelyik jó zenészét, akkor néhány év múlva belépnek a Cseh Tamás programba, és először az induló zenekari alprogramba, aztán az előzenekariba, aztán a klubosba, vagy éppen a nemzetközibe lesz kit támogatni, lesz a magyar könnyűzenének utánpótlása. A nagyszabású zeneoktatási roadshow egyik célja, hogy minél többen játszanak hangszeren. Zene nélkül egyszerűen nem lehet élni, és ezt a gyerekeknek is tudniuk kell, látniuk kell, hangszerrel élni is az egy életforma, illetve én azt gondolom, hogy a kultúrlényekhez hozzátartozik az, hogy ismerik a hangszereket, tudják kezelni, tudnak rajta játszani.
A több mint 100 hangszert ismert és elismert zenészek mutatják be a gyerekeknek a hangszert a kézbe ingyenes rendezvényen. A programokhoz bárki csatlakozhat a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Március 29-én többek között Cutor Zoltán, a Belmondó zenekar énekese tart majd rendhagyó énekórát, március 30-án pedig a magyar pop történelemről is hallhatnak előadást az érdeklődők. Hosszabbítás után szerezte meg sorozatban 8. győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B 21. fordulójában lejátszott mérkőzésen a kék cápák a rendes játékidőben 85-85-re végeztek a Hódmezővásárhellyel. A ráadás 5 percet követően viszont 101-96-os sikerüknek örülhettek a nyíregyházi kosarasok. A repülő rajtot vett a meccs előtt vele azonos mutatóval álló Hódmezővásárhely ellen a hazai csapat, a vendégek 17-2 után kezdték el a felzárkózást, de az első negyedet így is 11 ponttal nyerték a kék cápák. A második negyedben újabb 4 pontot faragott hátrányából a vásárhelyi kosársuli, amely a fordulás után tovább kapaszkodott, így a negyedik negyednek már egyenlő állásnál vágtak neki a csapatok. A kosárszegény 10 perc sem hozott döntést, a rendes játékidő 85-85-ös döntetlennél zárult. A hosszabbításban aztán a hazaiak akarata érvényesült, így végül 101-96-ra nyert Siska János együttese, megszerezve sorozatban 8. bajnoki győzelmét. Igazi rangadót láthatott a közönség, a védekezésünk sajnos nem úgy működött, mint a többi előző mérkőzésen, de nagyon örülök a győzelemnek. Tudtuk, hogy ilyen nehéz mérkőzés, ezt én erősen megtartom ezt a Vásárhelyet jobb csapatnak, mint a Miskolcot. Nyertünk, ez a lényeg. Jól kezdtük, aztán muszáj volt cserélni a csapatot, ugye rotálni, és a padra bejövő játékosok nem tudtak olyan védekezést nyújtani, ami elvárható lett volna, ezért feljött az ellenfél, talán vérszemet kapott, és utána már regál mérkőzés volt. Váltogattuk a védekezést, annak örülök, hogy végig tudtunk koncentrálni, és erővel végig bírtuk még a hosszabbítást is. A vendégek edzője érthetően csalódott volt a vereség miatt. Utasi Gábor elmondta, hogy szerinte mi döntött a nyíregyházi csapat javára. Talán a hazai pálya. Itthon biztosabban bedobták azt a két triplát a hosszabbításba, illetve nekik talán jobban jöttek ki ebből a fajta játékból, vagy játékvezetésből, mert a játékvezetők elég engedték a kemény játékot, a sokszor már talán durvaságba menő játékot, nagyon kevésszer fújtak, és talán ebből mi rosszabbul jöttünk ki. Persze mindig a vesztes csapat edzője ezt mondja, ha fordítva lenne, akkor valószínűleg a Siska kollégám mondaná ugyanezt. Így alakult. A mérkőzésen 20 pontig jutó Cura Attila 8 pontot a hosszabbításban szerzett. A játékos örült a győzelemnek, de azt sajnálta, hogy a jó kezdés után engedték felzárkózni ellenfelüket. Egész héten így készültünk, hogy nagyon szoros meccset fogunk játszani, hiszen a Hódmezővásárhelynek egy nagyon jó kerete van, és tényleg erre számítottunk. Viszont azt sajnálom, hogy az első negyedet azt ennyire elengedtük, mert igazából saját magunknak nehezítettük meg a mérkőzést. A forduló további eredményei a következők: Eger Budapesti Honvéd 48-61, Salgótarján Debrecen 83-81, Mavsz 2 Békés 76-89, Nagykőrös Miskolc 73-95 és Tiszaújváros Óbudai Kaszások 93-90. A tabella élén a Debrecen áll 16 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Miskolcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 15-6-os mutatóval a harmadik helyen várja az alapszakasz utolsó meccsét, amelyen Nagykőrösen lép pályára. Kettős hazai sikerrel zárult a Magyarország és Kárpátalja utánpótlás rögbi válogatottjai közötti találkozó. A Mándokon megrendezett páros meccsen a 16 évesek csapata 73-0-ra, a 18 évesek együttese pedig 45-12-re verte határon túlról érkezett ellenfelét. A tavaly őszi Magyarország-Dánia Európa-bajnoki selejtezőt követően ismét válogatott rögbi meccseket rendeztek Mándokon. A szövetség utánpótlás fejlesztési programjának keretében idén tavasszal alakult meg az U16-os válogatott, amely Kárpátalja azonos korú fiataljai ellen mutatkozott be. A mérkőzésen végig a hazaiak akarata érvényesült, 34-0-ás félidő után végül 73-0-ra nyert a 8 hazai klub játékosait felvonultató nemzeti együttes. A két napot Gyulaházán edzőtáborozó 18 évesek az első félidőben magabiztosan játszva 38-0-ra elhúztak ellenfelüktől. A második játékrész már a kárpátaljaiaknak sikerült jobban, de a találkozó így is biztos 45-12-es hazai sikerrel zárult. Nem a mérkőzésen.
mérkőzések eredménye a lényeges, hanem elsősorban az, hogy fejlesszük a játékosokat és mindenki tanuljon. A fiúk nagyon sokat tanultak ezeken a meccseken, volt egy-két nagyon szép támadásunk és célunk is. A védekezésünk is nagyon jó volt, nagyon boldog vagyok, hogy így teljesítettek a játékosok. A kárpátaljai csapatedzője elmondta, tanulni érkeztek Mándokra, mivel minden alkalmat megragadnak arra, hogy fejlődjenek a játékosok. Kárpátalján a rögbi nagyon fiatal, 3 éve alakult az első csapat. 6 együttes van nálunk, a játékosok zömében 20 év alattiak. Nagyon intenzíven fejlődünk, minden alkalmat megragadunk, hogy nálunk erősebb együttesektől tanulhassunk. Nagyon sok meccsünk van odahaza, és elfogadjuk a meghívásokat is, úgyhogy bizakodva tekintünk a jövő elé. A kárpátaljaiak 18 éves játékosa annak örült, hogy a második fél időben már felvették a versenyt a vendéglátókkal. A magyar válogatott egy nagyon erős csapat. Dinamikus játékra számítottunk és bizakodtunk a győzelemben. Nem így sikerült, de nagyon jó meccset játszottunk. A szövetség elnöke szerint mind az újonnan alakult U16-os csapat, mind az Európa-bajnokságra készülő U18-as együttes számára hasznos volt a mándoki mérkőzés. Igyekszik segíteni Magyarország a magyar kormány Kárpátalján. Most ők segítettek nekünk, hiszen mindenki csapatunk felkészülésben van. A kezdeti megilletődöttség után az U18-as meccsek a másik fél idejét meg is nyerte a kárpátaljai válogatott. Úgyhogy nem gyenge játékerőt képviselő csapattól beszéltünk az U18-ban. Gyulaházán remek napokat töltött a válogatott, igazán profi felkészülési körülmények voltak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Úgyhogy ez kiegészülve a kárpátaljai csapat játékával tökéletes felkészülést adott a fiataloknak az EB-re. Az U18-as válogatott április 2. felében a szlovákiai Pöstyínben szerepel majd a kontinens tornán. A szövetség elnöke még elmondta, hogy a tervek szerint ősztől Mándokon és Gyulaházán az általános iskolások számára elindulnak a rögbi edzések. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Mintegy 40 milliárd forintos támogatást kaptak a hazai pályázók az Európai Gazdasági Térség, illetve a Norvég Alapból a 2009-2014-es időszakban. Az Izland, Liechtenstein és Norvégia által létrehozott finanszírozási programokban a tervek szerint 167 fő projekt zárul majd 2018-ban, de ez a szám még bővülhet. Ennek a forrásnak köszönhető, hogy az Ibrányi Fráter kúriát is helyreállítják Kótajban. Megkezdődött a nyíregyházi járásbíróságon annak a 15 csempésznek a büntetőpere, akik 2015-ben és 2016-ban több alkalommal illegálisan juttattak át cigarettát Ukrajnából Magyarországra. A büntetőügy vádlottjait az első keddi tárgyalási napon hallgatta ki az elsőfokú bíróság. Március 31-éig kell megfizetnie a mintegy 30 ezer megyei gazdálkodó szervezetnek az évente kötelező kamarai hozzájárulást a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara számára. A szervezet adatai szerint a gazdálkodók 70%-a teljesíti az évi 5000 forintos befizetési kötelezettségét. A Kölcsei Televízió iradóját látták március 28-án kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Addig is tudósításainkért klikkeljenek honlapunkra. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, észak felől továbbra is enyhe, jobbára száraz, szerda délután viszont már nedvesebb levegő érkezik fölénk. Az éjjel derült idő várható csapadék nem lesz, a nyugati szél helyenként megélénkül, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős idő várható, sok napsütéssel, csapadék nem valószínű. A nyugati szél időnként megélénkül, délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön a napsütés mellett több lesz felettünk a gomoly felhő, akkor északkeleten, keleten futó záporok is kialakulhatnak.
A folytatásban jobbára napos, egyre enyhébb időre számíthatunk. Vasárnap és a jövő hét elején változékonyabbra fordul az idő, akkor már több lesz felettünk a felhő és csapadéknak is nagyobb lesz az esélye. Az éjszakák már fagymentesek lesznek, és napközben igen enyhe idő várható.